A 37 M pisztoly a magyar honvédség II. Világháborúban használt szolgálati fegyvere volt. A pisztolyt Frommer Rudolf tervezte, és 1937-es rendszeresítésétől egészen 1948-ig használták. Gyártását a Fémáru Fegyver és Gépgyár RT végezte, és megközelítőleg 200 000 darab készült a 9 mm-es és 7 lőszeres tárkapacitású fegyverből. A fegyver ára 55 pengő volt. A sors iróniája, hogy az 1936-ban elhunyt Frommer Rudolf már nem láthatta, hogy a fegyver nagy sikere miatt rendszeresítésre kerül a magyar honvédségnél. A fegyvert végül 1948-ban a szovjet Tokarev pisztoly rendszeresítése nyugdíjazta, melyet követően a magyar pisztolygyártás jó időre külföldi licenszek másolására szűkült.